jamais ando bien. Ta na na na, lele do sende. O sonda kai pe mandesha, lele lele anoma. Ta na 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 de. Sziasztok! Köszöntelek titeket az EGRI Roma Szakkollégium YouTube csatornáján. Ez a cigánytánc oktató sorozatunk 8. része, amelyben az új lépések mellett a hagyományos női viseletet is be fogom nektek mutatni. A cigány kultúrában a zene és a tánc mellett nagyon fontos még a viselet is, azaz az öltözet, hogy miben táncolunk és hogy miben jelenünk meg. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a lányok mindig szoknyában táncoljanak, hogyha cigánytáncról van szó, és hogy legalább a szoknya az térdig érjen le, vagy akár térd alá. Láthatjátok, hogy a hagyományos viseletben is a szoknya ebben az esetben láb középig ér, de természetesen vannak hosszabb szoknyák is. Nem illik nadrágban táncolni, és egyébként sem szép, hogyha valaki abban táncolja a cigánytáncot. Emellett nem szabad kihívónak lenni, mármint abból a szempontból, hogy nem szabad kihívóan öltözködni, és ez értendő a szoknyán kívül a felső blúzra is, vagy pólóra. Mint láthatjátok, az én blúzom is majdnem könnyékig leér. Nagyon fontos, hogy nem szabad újatlanban táncolni, tehát a vállakat, azokat nem hagyhatjuk szabadon, és az sem szép egy női cigánytáncnál, a viseletnél, hogyha valaki a dekoltázsát mutatja. A női cigányöltözet egyik legfontosabb eleme és darabja a kötény. Nagyon lényeges, hogy a kötény tisztasága az fontos a cigányasszonyok számára, és ez a hagyományunkhoz és a kultúrákhoz tartozik. A női öltözet következő darabja a cigánykendő, ami a fejemen látható. Ezt a férjezett nők, azaz az asszonyok szokták hordani. A fiatal lányok, akik hajadonok, ők nem szoktak kendőt hordani. Én is azért vettem fel, mert már 2 éve férnél vagyok. Nagyon fontos, hogy a kendőt azt itt a tarkunknál fogjuk megkötni, bár most nem teljesen látszik, de körülbelül itt, és hátulról így néz ki. A hagyományos női öltözetben, viseletben nagyon fontos, hogy színes, mint láthatjátok, és hogy virágmintákkal borított. Tehát tetőtől talpig virágmintás a ruha, a szoknya is, a kötény is, a felső és a kendő is. A mai videóban egy nagyon fontos lépést fogok nektek megmutatni, ami a lányoknál és a fiúknál is megtalálható a táncukban. Ez a lépés gyorsan, ütemben így néz ki. 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8. Ezt a lépést külön részekre fogjuk taglalni, és úgy fogjuk együtt megtanulni. Az első részben csak dobbantunk egyet. Ugye a jobb lábunkkal dobbantunk, és ezt követően pedig egy félkörívet fog lejönni a jobb lábunk. Tehát dobbant, és félkörív. Dobbant, félkörív. Nagyon fontos, hogy nem szabad olyan előre dobbantani, hanem éppen csak a másik lábunk elé. Dobbantunk, és félkörív. És mindeközben a bal lábunknak is lesz egy kis dolga, méghozzá, miközben jön a félkörív, közben kicsit a bal sarkunk, az be fog így mozdulni. Tehát ennyit fog csinálni, így bemozdul. Dobbantunk, és közben bemozdul. Dobbantunk, és közben bemozdul. Oké, ezt megmutatom ütemre, számolok. 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8. Miután megtanultuk hátrafelé ezt a lépést, tehát dobbantunk, félkörív és bezár,
utána előre is meg fogjuk csinálni. Tehát, miután megvolt a dobbantás és maga a lépés, előre is ugyanezt fogjuk csinálni. Dobbantunk és előre érjük a félkörébe. Dobbantunk és előre érjük a félkörébe. Nagyon fontos, hogy a lépés végén pedig összezárunk. Tehát, elő, hátul és mellé zárjuk. Oké, még egyszer a második résznél. Dobbantunk, majd előre és hozzázárjuk. Dobbantunk, majd előre és hozzázárjuk. Oké, tehát ez a lépés így néz ki összetéve. Hátra, előre. Hátra, előre. Ezt a lépést nem fontos egyben csinálnunk, tehát hogyha táncolunk, akkor nem fontos előre és hátra, bár ugye szép, de lehet külön-külön is. Tehát lehet csak hátra többször egymás után, vagy lehet előre is. Hogyha előre szeretnénk haladni, akkor csak előre. Hogyha hátra, akkor hátra. Olyankor kicsit nagyobb félkörívet kell leírnunk, és akkor gyorsabban tudunk hátra és előre menni. És akkor most megmutatnám nektek ezt a lépést zenére is. A hagyományos viselet és az új lépés, amit ma megmutattam ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel az Egri Roma Szakkollégium YouTube csatornájára. Emellett írjátok meg azt is kommentben, hogy mennyire tudtátok elsajátítani ezt a lépést. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!